Felső-Tavankút központjában ez az a ház, ahol állítólag éjszakánként meghúzzák magukat a migránsok. Itt jártunkkor nem találkoztunk velük, viszont van itt hátrahagyott szemét, ami feltehetőleg tőlük származik. A rendőrség is itt járt néhány házzal odébb, valószínűleg ellenőrzéseket végeznek, most a határ felé vették az irányt a rendőrautók. A helyi közösség ugyanis értesítette a szabadkai városvezetést és a belügyminisztérium illetékeseit, így a migránsok többségét mára átirányították a szabadkai befogadó központba. A helyi iskolába járó diákok migránsok kisebb-nagyobb csoportjával találkoznak. Az utazók ismert busszal jönnek Szabadkáról Tavankút központjáig. Egy diáklány azt mondta, egyik nap 48 bevándorló volt a buszon. Mám byť človek, že keď idem v škole, bude pár polovina autobusa migrantej novej stanici uvek sila zem. Da li se bojiš od njih? Pa iskreno malo da, pošto dolazi u moju ulicu, jednom su nam kucali noću na prozor i tako. I šta su hteli? Pa pitali su nas gde su i kao da im damo hrane i mi smo im dali i tako. A helyiek is a gyermekeiket féltik, mert az iskola is a határ felé vezető utcában van. Naša ženska čeljad kad sustriju jednu grupu, to su sve mladići od 20-30 godina, prilično su žene uznemirene kad čuju, vide sve preko televizije šta se sve dešava u svetu. Nema tu nekih velikih incidenata, međutim kad ulaze u prodavnice, čim uzmu neku robu, znači imaju tu robu dok još nisu došli do kase, prilično ne čeka je red, gure se preko reda. A helyi kisbolt eladója szerint van pénzük a migránsoknak bőven. Imaju, da, platiđu isključivo dinarima. Da, imaju para. Mislim, uvek plate sve što uzmu. Jedino što ih onako upadne grupica od 10-20, pa malo je onako konfuzno, ali inače ništa. Kako se sporazumete sa njima? Engleski. Sok migráns az alapvető szavakat, mint a kenyér és a tej már megtanulta szerbül. Nem csak Tavankúton, a szomszédos Mérgesen is vannak bevándorlók. Azok a migránsok, akik nem embercsempészekkel jönnek, általában itt Mérges központjában is leszállnak, ezt mondták a diákok, akik innen utaznak az iskolába. Innen légvonalban nagyjából 5 kilométerre van a magyar határ. Baš silaze na ovoj stanici ili se vraćaju za Suboticu. Csikér Ján egy elhagyott erdei házban tanyáztak, köztük voltak betegek és sérültek. Valószínűleg reggel távoztak, ott melegedtek, főztek, erről tanúskodnak a hátrahagyott pokrócok, ételmaradékok és a még friss hamu. A csikériaiak azt mondják, ide általában mindig visszajárnak a migránsok.